Reggeli személy. Újságíró korábban az index és a cink most a 444 pont munkatársa. Mindenről kérdezzük, ami aktuális közéleti vagy horgászat. A reggeli gyors vendége 9 órától Szili László. 9 óra 14 perc, üdvözlöm Szili László, de előtt egy hallgatói... Jó reggelt. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánunk. Egy hallgató azt kérdezte, hogy, hogy mit írt a hallgató a, az antenna hosszával kapcsolatban, tehát hogy hogyan lehet fogni a klubrádiót. Azt írta a kedves hallgató, ott, hogy az URH vétel akkor ideális, ha az antenna hasznos hossz egyenlő a hullámhoz felével, de a gyakorlatban nekem ez nem működött, 92,9-en, 1,6 méter volt Kaldekotnak az antennája, de hát ha nem működött, akkor ez egy rossz recept. Úgyhogy azt hiszem, hogy, 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 hogy ne kövesse a kedves hallgató, de írhatnak SMS-t persze 0 30 30 30-30-30-93-ra. És azért hívtam el Szilí Lászlót, mert a pénteknek van egy olyan jellege város műsorvezetős volt, és egy kicsit mindig eltért a klubrádió összes többi műsorától, kicsivel lazábbak voltunk, meg megpróbáltunk szellemesek lenni, amíg el nem vesztettem kiváló műsorvezető társamat, aki elment. Ja, azt hittem a szellemességedet, nagyon föl volt adva a labda. Igen, elvesztettem a szellemességemet, és azt gondoltam, hogy Szilvászorról tudni kell azt, hogy egy, a telefon sosem veszi fel, vagy legalábbis nagyon ritkán. Tehát én a száz esetből mondjuk nagyjából kétszer tudtam veled beszélni, ennek van valami oka? Túl sok információ érkezik, ugye, főleg egy oldalnyújságíróhoz, és persze nem szándékosan, de az ember megpróbál szűrni, aminek a legegyszerűbb módja az, ugye, hogyha nem is nézel rá a telefonra, az igazságos, mert különben ugye a lelkiismeret ja, értem, tehát nem nekem szólt a... a nem, történt. nem, nem, ez soha nem. Természetesen miért pikkelnék rá, persze, és ez a legtöbb emberrel így van, csak mégis, hát, Nem találtam erre jobb megoldást, mint a totális filterezést, és akkor néha azért megnézem naponta vagy valami, és akkor megpróbálok, de aztán persze olyankor meg már az van, hogy kellemetlen egy idő után, hogy hogy mi történt előtte. Volt egy műsor, amiben együtt szerepeltünk, Gang volt a címe, Kis Tamás Tilla, Tilla csinálta, és abban együtt szerepeltünk Puzsér Róbertel, akiről akkor még nem gondoltuk, hogy az lesz belőle, ami de hogy látod a Puzsér úr Hát azért futására. akkor is lehetett... lehetett Azt se... lehetett látni, hogy Parakováccsal megölik egymást. Igen, hát ugye én arra emlékszem, hogy, a, hogy ugye a Tilla avval jött ugye ebbe a társaságba, ahol ugye mindenhonnan összeverődött, összeverődött emberek voltak. Álértelmiségiek. Akik, akiknek beszélniük kellett egy műsorban. és nem tudom, hogy talán csak egy mondatban, hogy ugye ennek az volt a kerettörténete, hogy akkoriban még olyan idők voltak, hogy a magyar televízió úgy akarta eldönteni, hogy mi legyen a napi kulturális műsora, hogy kiírt egy pályázatot, és a pályázaton az első három helyen végzett, ha jól emlékszem, stáb, az kapott annyi közpénzt, hogy ebből a közpénzből csináljon néhány adást abból a műsorban, amit ő minden nap csinálna a tervei szerint. Ezeket élőben leadták a magyar televízióban, és úgy döntötték elvileg el, hogy ebből melyik győz és melyik lesz ténylegesen a, a napi kultúrműsor gyártója, hogy, hogy melyiknek milyen a nézettsége. És elvileg így, vagy ha jól tudom, én akkor úgy tudtam, hogy ez alapján dölt el, és joggal ugye nem győztünk ebben a versenyben, de nagyon szép második helyet elértünk, és és akkor és az akkori győztes csinálta utána éveken keresztül a, éveken keresztül a napi kulturális műsorot, na, és ebbe a társaságba került úgy be az akkor még totál ismeretlen Puzsér, talán valami kis rádión volt hip-hop műsora, filmes műsora, tehát valami hobbiához csatlakozó, és talán még tanított is valahol akkor, ha jól emlékszem, és akkor Tilának volt valami ismerős, és akkor mondta, hogy na idehoz egy olyan arcot, aki mindenkibe bele fog kötni, mindenkivel szenyúzni fog, és föl fogja pesdíteni a kicsit túnyulásra hajlamos, és ugye nem csupa a farkasházi tivadarból álló társaságot. Fáj, fáj Miklós Parakovács Imre, te, Jó. én voltam. Jó, gyönyör. én voltam ebből az igazi Néma Levente, de volt, talán igen, volt, tehát volt köztetek, aki azért slágfertikebb volt már akkor, de tényleg ez volt a puszér a cél, hogy, hogy mindenkit őrítsen meg hergeljen föl, és hogy akkor ez majd ugye termékeny veszekedéshez fog vezetni a képernyő előtt. És most mi ennek látod az esélyeit? Az esélyeit? Igen, vannak? Hát arra vannak esély szerintem, amire hajtott, hogy jól meg tudta forgatni a nevét, és egy vidámat tudott rolkodni, és közben persze, tehát én, azt sejtem, hogy ő neki mindig van tényleg egyébként egy ilyen komoly mondani valója is az ilyen alkalmaknál, amikor az ember, még aki egy Picit ismeri, az is azt gondolja, hogy főleg azért, azért csinálja, hogy hercegje a, a nagy közönséget, és, és, és be tudjon kerülni megint valami témával a médiába. De ebben az esetben egyébként azt bőven el tudom képzelni, hogy ami az ő üzenetének az a része, ami a, ami a, 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 hogy mondjam, a, mondjuk az MSP és a, a, a Fidesz vé, vélelmezett kvázi összefogásáról, a túlélő struktúrákról, a, ha nem is direktbe, de mégiscsak egymást feltételező és támogató felekről szól, és hogy ez micsoda gátja annak, hogy itt nem tudom milyen érdemi ellenzékiségre. Hát ebbe a Ebben az egy témában egyébként valószínűleg igaza van. Tehát, hogy itt izé komoly mondani valót is hurcol, de hát összességében nyilván őség gondolt talán, hogy esélye lenne. A sétálóváros programról mit gondolsz? Ha jól látom, akkor egy bukós isak van nálad, ami két dolgot jelez vagy az, hogy bukós is abban hordod a mobiltelefonodat, vagy az, hogy motorral érkeztél? Hát bár csak az lenne, hogy izért sugarazástól rettegő néni lennék, mert én több olyan bérházban is éltem már Budapesten, ahol, ahol, ahol élt sugárzástól férő félő néni. Sőt, hát a 444 szerkesztősége felett, ha jól tudom, akkor ott egy nagyon komoly sugárzás. Euh, sugárzó eszköz van, nem? Hát, igen, de ott egy erős letapogató sugár lehet, ami a szomszéd konspirált lakásból is, és simogatja a szerkesztőségünket. Igen, ez az a bizonyos lakás, ahol meter, Although, nemrég <Stones> ugye kiszúrtuk Gruevsky mestert, a, ugye a, volt Macedón miniszterelnököt, amint bement, és ott <haz> <haz�od> <haz> 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 tárgyalt különböző felekkel a mellettünk levő titokzatos lakásban. Nagyon jól találták meg az ideális <haz> <haz> helyet egy konspirált lakáshoz, vagy fedett lakáshoz, vagy hogy hívják. Miután télakásnak hívták, még akkor, amikor, amikor még télakásnak hívták, vagy. hogy utána azért végeztetek egyfajta ilyen műszaki ellenőrzést, hogy mennyire hallgatják le a 444 szerkesztőségét? Nem, hát humor szinte mindenki biztos benne, hogy minden létező eszközzel, és szerintem egy ilyen dologhoz már, ha fölmerül, akkor is a legegyszerűbb úgy tenni, hogy együtt él vele az ember aztán kész. Aha. Tehát, hogy így most túl sokat gondolkozni rajta a hülyeség, akkor nyilván becsavarodik ezen az ember. Azt lehet azért tudni, hogy a modern technológia már olyan dolgokat bőven lehet, kényelmesen lehetővé tesz, hogy ehhez nem is kell valami James Bond filmbe élő mm -hmm. kütyű arzenát elképzelni, hanem 80 es él a számítógépeinkén keresztül is megtörténhet a dolog, meg Aha. minden. Tehát ugye ez, ez azért hozzáad a dologhoz, de kétségtelen, hogy azért humoros volt, amikor rájöttünk arra, hogy lehetséges, hogy a nem tudom, már 50 éve is tökéletesen kidolgozott falra tapasztalható dolgokkal nyugod, nyugodtan lehetett akkor, hogy hogyha ez egy olyan lakás, de mondom, hát ezt én személy szerint leszarom mondjuk. Igen, 30-40 évvel ezelőtt még az volt a. a a megoldás, hogy az ember, ha valamit meg akarta lakásában beszélni, akkor kiment a fürdőszobában, megnyitotta a csapot, és akkor ott a fürdőszobában a, a csap mellett beszélte meg, hogy akkor hol el a beszélőt, vagy a hírmondót, amit aztán a rendőrség természetesen ellopott az ember autójából, mert, mert más eszközökkel szedték össze az információikat. Hát ez nagyon jó ötlet lenne, most egyébként adtál egy tippet, mert úgy néz ki, hogy a szerkesztőségünk ez egy Lakás alapvetően. Uh -huh. Tehát egy nagy, egykori polgári lakásból kialakított iroda. Két fürdőszobája van, és éppen most volt felújítás, és az egyik nagyobbik fürdőszoba a felújítás során bezárhatatlan lett egyelőre, mert a, a, az ajtónak a, a festése, a mázolása az olyan vaskos lett, ez a festékrétek, hogy nem záródik be. De erre a célra, amit mondasz, viszont így tökéletesen alkalmas lenne, mert kakénipisérni nem lehet benne, hiszen bárki benyithat viszont bemenni, megnyitni a csapat és beszélni ideális helyszín. Ahhoz még elég tágas is, tehát még ha olyan típus vagy, hogy szeretsz járkálni beszél, telefonbeszélgetés közben, mondjuk még azt is lehet. Vagy személyes beszélgetés közben is, igen. Hogy működik most a 444.hu? Még... Mint egy svájci óramű, vagy melyik részére gondolsz? Hát arra, hogy hogy akkor, amikor tavaly megrendeltem a, a, a 444 jóhely Budapestent, akkor meglehetősen gyorsan összejött a, a, a támogatóktól a pénz, most azt láttam, hogy a 444 vidéki jó hely, mintha egy kicsivel visszafogottabb támogatást élvezne, mint a korábbi könyv volt. Hát a tempója talán tényleg nem volt olyan a, 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 a beérkező pénzeknek, de tudtam, hogy tök jól, tehát a kitűzött célt azért simán elérte, és ugye vadul dolgoznak a kollégáim rajta. Lehet, hogy majd később én is kapok valami felkérést, hogy bizonyos részét csináljam meg, de szerkesztőségünk több része ez tényleg szó szerint gyakorlatilag úton van most már jó ideje az országban, és mert ugye persze mindent ellenőrzünk, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy jönnek jó tippek, hogy itt egy csodálatos valami, és akkor beleírjuk, hanem rendesen ezek mind meg vannak, le vannak De visszatérve az eredeti kérdéssel, hogy szerintem ez teljesen a tervezett határokon belül van az Iránta való érdeklődés, hiszen azért hozzátartozik, hogy ugye általános az olvasottságunk, de az nem is tagadható, meg sose tagadtunk, hogy erősen Budapest központú, tehát azért a 4 4 egy olvasóinak jelentős százaléka budapesti, ami ugye persze nem zárja ki sőt, hogy érdeklődjenek az országban bárhol található helyek iránt, de hogy mondjam, tehát adekvátabban betalált egy olyan kiadvány, ami direktben Budapesttel foglalkozott, ahol a legtávolabb fél órára, vagy bármitől, amiről szó van a könyvben, és ha elkezd érdekelni, akkor fogod magad, és biciklire pattansz, és ott vagy, vagy bármire pattansz. Még más egy egész országot bemutató dolog, de mondom, tehát, hogy ez, ez így kalkulált is volt ez a, hogy szerintem nagy részt, és annak megfelelően alakult. Sokáig egyfajta macsó médiaként interpretálták a, a 444-et elsősorban azért, mert hogy csak férfiak dolgoztak a szerkesztőségben, de aztán az elmúlt két évben hál' Istennek azért történtek változások, tehát jó, hát jó újságíró. Kezdetektől külültetve. fogva úgy volt, azért hozzátartozik, bár ez, hogy nem szó, ez nem azt jelenti, hogy ne lenne igazad alapvetően, vagy hogy ez a kép hamis lett volna, de hogy a 444 alapításától fogva a Mészáros Zsófi volt a minden túlzás nélkül a legfontosabb ember, menni, a a volt aki főszerkesztő. Index főszerkesztő. Igen, itt, a fő, itt, a, itt, ugye főszerkesztő hetés, de az operatív működtetése alapnak az nagyon-nagyon az nagy részben mindig is rajta múlott az első pillanatoktól, de tény, hogy abszolút, tehát hogy mondjam, ez egy kicsit tovább öröklődött az az indexes már ott végül is torznak nevezhető szerkezet, hogy ugye sokkal-sokkal több pasi volt, és ugye azért az elején 95 ban az indexből kivált emberek alkották a 444 szerkesztőségét, de valóban ez a, a, az utóbbi másfél évben ez üdítően, üdítően oldódott, úgyhogy ráadásul mindenféle részén a, a, a lapnak, tehát így a szerkesztő újságírói vonalon a, a Boros Julinak az érkezésével nagyot erősödött ez a vonal, akkor a vizuális videóvonalon a Halász Julival, illetve a kívülről nem látható stábunkban is, tehát hogy mit te most a szerkesztőség élete, hogy az normál keretek között zajlik, az is, az, is egy női munkatársukon múlik, aki Sök. nem volt előtte, tehát hogy itt legalább elindultunk a, 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 kiegyensúlyozottság felé ezen a fronton. Tehát a fiú öltöző az egy kicsit így érzed, fiú hangulat egy kicsit Igen, jel és ez pont jó, igen, hogy mindenhol vannak le, igen, tehát nem, nem, is tudnak egy sarokba összegyűlni az, az, az oroszlány fiúk, hogy ott folytassák a fiú öltöző hangulatot annyira, igen, pontosan és még volt ráadásul egy női blogotok is, az nem tudom, hogy végül is aztán hogy tűnt el a, 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 a 444-ről. Figyelj, azt a részét, azt egyébként én sem tudom, lehet, hogy ők egyszerűen már nem csinálták tovább. Tehát, hogy ugye vannak a kapcsolódó blogok, de ezek tényleg tőlünk teljes mértékben függetlenek. Tehát, ez egy, a, mindegyik ilyen blog, amelyik meg szokott jelenni Tehát a. Például a Röngen, a, a... Röngyön, a, Igen, komets, a kudás, zsombornak. zsombornak, ami most egy kifejezetten nagyon jó és éles, aktuális témákat érintő. Ugye ez egy orvos blog, egészségügyi orvosi blog, és ugye a magyar egészségügyhelyzet az írtó fontos és jó téma. Ez most nagyon fúd, de hogy ezek mind olyanok, hogy ezek függetlenek, megállapodunk velük, hogy akkor felületet kapnak tőlünk és rendszert, és és a 444 megjelenítheti, hogyha akarja a tartalmaikat, mm. de körülbelül ennyi, meg van, tehát hogy annyi, hogy néha van finom kapcsolatfelvétel, de nem is szoktunk nekik egyébként témákat, meg még ilyen szinten se, tehát hogy tényleg... járó. Igen, inkább ők is. Előfordul, hogy nagy néha megkérdezi egy-egy szerkeszt, hogy, hogy ez nem lenne érdekes téma, de az is minimál, inkább fordított irányú a dolog, de hát ez is a normális, hogy akik a, ugye a, szakterületüket furkálják, ismerik és ássák, azok jelentkeznek ugye a blogjukban, hogy figyelj most itt lenne egy ilyen vagy olyan dolog, és akkor, akkor azt, hogyha olyannak találjuk, akkor ugye megfuttatjuk a címlapon. A szerkesztőség elhelyezése ideális, mert uh, elég gyakran uh, parkolnak luxusautók a 444 környékén, Gruevski ott tartja a titkos találkozóját a a, Igen, hát ebbe a, ez az azért, azért nagyon vicces, van. amit mondasz, mert tényleg a, csak önmagukban a különböző parkoló sztorik, a, 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 az ugye a 6 éves, ugye abból nem tudom mennyit, talán 5-4 és felett volt ezen a, mondjuk 5 a, a szerkesztőség, és végig kísérték. Miközben ugye a, 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 a minket annyira nem ismerő hallgatók kedvér mondom, hogy, hogy a helyszín, az a, a Margit körút legeleje, ahogy a átjövünk. Igen, a Bemozi fölött vagyunk, tehát hogy átjön az ember a Margit Hidról Budára, aminek ugye az a speciális tulajdonsága, hogy nem lehet parkolni sehol, tehát ugye a nagy körút olyan részén járunk éppen, ahol egyszerűen nincs semmi, nulla parkolási lehetőség lenne, ehhez képest ugye rendszeresen megesznek parkolási sztorik a mi oldalunkon, és velünk szembe is híres emberekkel, híres autókkal, ja, sorozatban. 9 óra 29 perc van. Még egy rövid kérdés. Mekkora most a 444-nek az olvasottsága? Hát most csak ilyen hozzávetőleges számokat tudok mondani, ilyen, ilyen, ugye ez online lapként erősen ingadozik meg minden, de mondjuk olyan 400 ezer olvasó körül itt, hogyha mondok egy, egy olyan átlagos napra, akkor nagyon azt hiszem nem lövök evel mellé, ami lehet több, lehet kicsivel kevesebb, de mondjuk így nagyjából 400-400 pár ezer. Hát azzal mondjuk ott van ma az első öt, hat között. Tehát ha azt nézzük, hogy, hogy van az index, ugye most nagyon feljött a, a 24 pont, nagyon erősnek számít látogatott. Igen, e? talán a olimpiai pont szerzőhelyen van, igen. Aha, aha, Jó. igen. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést szillásztóval az egykori index, az egykori cink, az egykori magyar narancs, az egykori horgász. A horgászatra mindenféleképpen vissza kell térnünk hamarosan, mert azt gondolom, hogy a hallgatókat az... És ne az hagyjuk ki nefél... a fenyő János féle népszavától néhány hónapot eltöltöttem 1994-ben. Hamarosan folytatjuk. Reggeli személy. A betonkeverésben próbáltam bevatni Szillászlót, újságírót, mert arról beszélgettünk, hogy hát talán még van 5-6 évünk ebben a munkában, amit most pillanatnyilag újságírásnak, rádiózásnak, vagy bármilyen tevékenységnek neveznek, és aztán, de azt mondja a Laci, hogy szerencsések vagyunk, mert az utolsók leszünk, akik még így épp integethetünk a a fennmaradóknak, hogy, hogy, mi még látunk újságokat, még, mi még szedtünk, tördeltünk és írtunk, és még nem droidok írták a, az újságcikkeket a 444-nél, mint ahogy írják egyébként néhány, néhány, helyen. Most másokról ne történjék említés. Azt ígértem reggel hat után a hallgatóknak, hogy mindenféleképp számon kérem rajtad azt a gyűjteményt, amit egy egy lancsa csomagtartójából pakoltam át egy másik autó csomagtartójába. 1965-től a magyar horgász, illetve a sporthorgász bekötött számait adtam neked, apósom hagyatékát, él az apósom, csak már nem olvassa és nem használja ezeket az újságokat, és azt ígérted, hogy, hogy ezzel a, ezzel a újságkészlettel elindíthatod újra a horgász blogot, a peca blogot, ehhez képest hol a peca blog? A helyzet az, teljesen jogos a számonkérés, minden szó ebből igaz. A Peca blog, itt a Szálka nevű blogról van egyébként szó, amit e, még indexes időkben a csináltunk, horgász haverokkal, akikkel tényleg véletlenül volt köztük új Péter, tehát már alvárt célzok, hogy ez nem egy központi indítatású index projekt volt, vagy bármi. Mm hanem egy horgász baráti társaságnak a blogja, amiben tényleg véletlenszerűen mi benne voltunk a Péterrel, annyi volt ebbe, hogy akkor adta magát, hogy akkor már legyen a blogunk. Ki volt elég szereplő ebben ennek a ennek a blognak? Egy hát a, az volt, a hogy ez a, doktor... a blog azért is szűnt meg, mert volt egy nagyon jó barátunk, Hinta Nikű, aki az egyik főszerző és a legviccesebb szerző is volt, és ő meghalt. És akkor amellett, hogy ugye nagyon szomorúak voltunk és hiányzott nekünk, úgy éreztük, hogy valahogy ezt akkor nem is folytatnánk uh -huh. így, mert hogy annyira, bár ez egy kifejezetten közösségi blog volt, de nagyon kötődött hozzá. É, ő egyébként elég lelkes blogger volt különböző blokkus blogokban, tehát hogyha valaki akkoriban olvasta ezeket, sok helyen találkozhatott a Skype Parasztok nevű szintén nagyon ö, jó kis blogon, tehát több, több helyre írt akkor, és akkor évekig szünetelt a, 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 blog, és akkor nemrég valahogy így eszünkbe jutott, hogy, hogy, hogy esetleg újraindítanánk. És akkor ehhez volt egy nagyon jó lökés a tőled kapott sok-sok-sok évfolyamnyi magyar horgász és most már tényleg a küszöbén állunk annak, hogy ő beinduljon. Annyi mentséget tudok mondani, hogy pont igazából berobbant a horgászidény akkor, amikor reálisan már el is tudtuk volna kezdeni a blogot. Itt ilyen kis technikai vakerászásra volt még szükség, hogy arra gondoltunk, hogy ugye abba azt a nagy archívumot, ami évek alatt összegyűlt a blokkon, azt áthozzuk ide, a, mert ugye ez ugye a 444 alatt most indulna ez a blog, és akkor ez még egy pici ideig eltartott, és akkor addigra megjött a kapás, és akkor mindenki szétszélett a vizekre, de összeszedjük magunkat egyébként most már tényleg, és még a nyáron el akarjuk indítani, de én már magánemberként sokat profitáltam ebből a csodálatos dokumentumgyűjteményből, mert hogy használtam különböző, még egyébként meg nem jelent horgászcikkek megírásához, mert kaptam egy felkérést, ami egy, egy tök vicces felkérés. Ritkán szoktam ilyen tematikus felkérésre írni, alig-alig fordult elő, és most itt az volt a felkérés, hogy képzeljem el, hogy milyen lesz a horgászat Magyarországon egy ilyen 40-50 év múlva körülbelül. Tehát, Aha. hogy a jövőben már egy ugrás, de azért nem több ezer év múlva, hanem így, vagy mit tudom én, száz éven belül, úgy körülbelül, nem volt ez pontosan definiálva, de egy ilyen közeljövőben, és írjak három különböző forgatókönyv szerinti történetet erről, és akkor amihez, abszolút nagyon keményen forrásmunkához használtam ö, ezt a, ö, a, bekötött régi magyar horgászokat, hogy csinálok egy olyan horgásznovellát, amiben a leghíresebb magyar horgász szakírók együtt elmennek a jövőben horgászni. Egy ilyen all-star válogatott, mm. Hunyadi Attila vezetésével, aki mindenkinek, aki horgász Magyarországon és a horgász újságokon, meg a horgász történeteken nőtt föl, ő a nem is tudom, hogyan érzékeltessem egy, egy, egy külsősnek, hogy kibeoltott kicsoda, de szóval, hogy műtten, a Fekete István az akkor ugye benne van, hogy el. De tehát tényleg az ilyen főszerző, tehát az ő fordulatain, az ő valódi vagy gyaníthatóan álnépi fordulatain, álszakszavain nőtt föl mindenki, de tényleg 70 és 35 között Magyarországon, aki vagy 80 és mm. 35 között, aki horgászattal foglalkozik. ugye fiatal korától kezdve szerzője volt a lapnak, és, na, és, akkor ezt az ő vezetésével elindulnak, és ez írtó volt, mert ugye az embernek, ha ezen nőtt fel, ugye egy csomó fordulat megvan, de hogy hogy voltak pontosan azért, ugye ez idővel az ember ezeket stilizálja a fejébe, hogy a híres szerzők fordulatai hogy voltak, na ezeket csekkoltam céltal, kívülről céltalannak tűnő jelvezetes olvasgatással, és akkor utána való jegyzeteléssel meg minden. És ugye most már vannak egyébként ugye olyan weboldalak, ahol óriási archívumokat tettek be a magyar sajtó múltjából úgy, hogy kulcsszavakra tudsz keresni. Arkánum. Meg minden, igen. De hozzáteszem, hogy tehát, hogy közel sincs az élmény ahhoz képest, amikor egy rendesen szépen bekötött magyar horgász 1981-es vagy 74-es évfolyamat előveszel, és elkezded lapozgatni. Ap Apósom lábjegyzeteivel. Abszolút. Kell, elképesztő. És akkor tényleg van ilyen, hogy előzék a hizéhoz, és akkor ott vannak mondjuk sorolva az abban az évbeli fontos technikai újítások, barkács tippek, ugye mindig is nekem például a barkács tripek voltak a kedvencem, mert ez az kell, hogy ugye az ember soha ne barkácsön, tehát akkor lehet ezeket érdek nélkül élvezni. És akkor tényleg úgy tűnik, hogy a kommunizmusban baszki minden kézé volt. Tehát mindenki egy ilyen néző full műhelyel felszerelt furfarag volt. De és fosabbak, a... meg, tényleg. De De hát, hogy... úgy, úgy, bet... Én, én olyan voltam, hogy például szerintem 40 éves voltam kb., amikor megtudtam, hogy a zárt szelvény mit jelent. Egyszerűen olyan romantikus izéval olvastam mindig, hogy, hogy a nagyobb dolgokat, hogy akkor először is fogjunk egy méteres zárt szelvényt. El nem tudtam ki. Amikor megtudtam, hogy a zárt szelvény az egy nyomorult cső, ami nem kerek, hanem szögletes, hát így egyszer röhögtem, és majdnem sírtam, egy hogy darab, hogy miket egy darab sín. Igen, de miket bele képzeltem ebbe a zárt hát, Ugye az, ez a nagyobb konstrukcióknál merült föl, mint hogy amikor ilyen lábakon álló horgász hegesztesz magadnak, meg nem tudom micsoda. És hogy látod most pillanatilag a horgászat helyzetét? Tehát most, hogy a, a vadászújságot az egykori kormány Kovács Zoltán, a, a horgászlapokban is meglehetősen sok állami hirdetés és hát, jelenik ja. meg. Szóval, hogy az van, ez egy írtó érdekes kettős dolog, mert hogy a horgászat az a nagyon kevés olyan területek egyike, ahova olyan nagyon határozottan betett a lábát a Fidesz egyszer, csak egyébként nem rögtön 2010-ben, hanem valamivel később. A úron keresztül? Ez abszolút azért volt, mert és egy picikét bele is láttam, szóval, hogy Áder János a folyamatba, ugye ő szenvedélyes horgász, és akkor neki voltak reform elképzelései arról, hogy mi felé kéne, hogy elmenjen a magyar horgászat, és azt kell, hogy mondja, hogy voltak ennél rosszabb reform elképzelések uh -huh. a magyar újkorba. E, amit persze az egészet azt állt, hogy máshogy, e, ugye a Fideszre jellemző módon valósították meg, de legalább egy olyan területen, ahol sz, tényleg, tehát ha valahol volt szükség arra, hogy változások legyenek, az ez volt. És azért ez tehát hogy tényleg joggal is akár lehet röhögni, hogy most mit akarnak a hülye horgászok, de ez ez egy 400 ezer ember plusz családtagjait érintő dolog, tehát lakossági szinten tényleg nagy, lakossági szinten tényleg sok embert érintő dolog, és az a lényeg, hogy, hogy tök értelmes, tehát hogy alapvetően értelmes irányba reformálták meg a dolgokat, avval ugye a legfontosabb húzások azok voltak, hogy be, betiltották a természetes vizeken az ipari halászatot, ami egyszerűen azért nyírta ki a dolgokat itt, mert, mert már rég nem tudnak ívni a halak, vagy alig tudnak ívni a természetes vizeken, tehát sokkal kevesebb az utánpótlás, mint amikor mondjuk ránézel, hogy milyen nagy a Duna, mennyi folyó van, milyen rohadt nagy a Balaton. Ö, és hogy akkor itt ugye nyilván tenyészek a halak, hiszen náhány. az Úristen oda őket, és akkor ők szaporodnak és okosodnak, de nem így van, mert mit tudom én, a Balatonnál pont azokat a részeket választották le, azokat a mellette levő bereket és mocsarakat, ahol egyébként őket a maguk természetességében ívtak, majd visszajöttek a Balatonba. Uh -huh. És minden beírtó fontos volt, hogy a Fidesz hatalmi szóval ezt beszüntette, <laughs> tehát ez értelmes volt. Ö, aztán most már azért jöttek az ilyen kicsit érdekesebb ö, trükkök. Tehát most ugye a legutóbbi az volt, hogy bevezettek egy horgászkártya nevű dolgot, ami írtókorszerűnek hangzik, meg nagyon úgy néz ki. Az volt a szöveg, hogy leváltják ez a régi papír alapú, ezek a kulcsszavak, igazolványokat, ami tényleg olyan, mint egy könyvecske, hogyha láttál horgász igazolványt, egy kicsit a régi pártak könyvetre is hajaz, haj az, hogy gyakran a műbőr borítója. Vég, vég, a, Igen, köpét. és nagyon sok pH felirat van, ahova lehet pecséteket ezni meg mindent, tehát hogy a, a, klasszikus útlevelek és pártakönyvek jellemzőit ötvözi, és akkor az volt a szöveg, hogy mindezt leváltják egy slang beázásmentes műanyagkártyára. Aztán kiderült, hogy a slang beázásmentes műanyagkártya, amiért ki kellett fizetni számolj magadban 400 ezer embernek durván olyan 2000 pár száz forintot fejenként, nem úgy, úgy így, így egy, egy olyan milliárdos nagyságrendű összeget ki kellett érte fizetni, és ez ebből a vaskos füzetkéből egy lapot vált ki, és még a belátható jövőben az összes többi részére szükség lesz papír alapon az egésznek. <laughs> Tehát nem arról van szó, hogy van egy kártya, amire digitálisan rá lehet vezetni azt, hogy te itt horgászhatsz ott horgászhatsz és amikor jön az ellenőr, akkor fogja ezt a kis e kártyát beledugja a leolvasóba, és azt mondja, hogy te itt most illegálban nyomod. Ez az, ez, ez az, ami a kommunizmusban már megvalósul. potenciálisan, igen, erre lenne való, de a valóságban is, még onnan még, még az van, hogy még éveken át gyakorlatilag ténylegesen az egyik oldalát váltja ki egy, egy, egy mondjuk, most nem emlékszem, de mondjuk 16 vagy 32 hát. oldalas kis izénak. Igen, és akkor az volt, hogy azt mondták a horgász szövetségben, hogy ennek a kártyának, bár a, a, hogy mondjam, ez olyan, mint egy gomba és a gomba test termőtest és fonalak rendszere, hogy te a gombát azt a termőtesttel azonosítod, de a lényeg alul van a sok-sok fonál. Ilyen alapon mondták, hogy ez a mögött álló nyilvántartó rendszer a lényeg, ami nagyon korszerű lesz, minden nagyon gyors lesz. Hát ezt most félig meddig elkaszálta az adatvédelmi hatóság, mert hogy GDBR. azt mondták ki, igen, azt mondták ki, hogy az nem volt kóser, hogy az adatokat, tehát úgy, úgy, igazoltad magad, amikor beléptél ebbe a rendszerbe, ebbe az újonnan felálló rendszerbe, hogy az adókártyádat be kellett mutatni, vagy lefotózni mm. és beküldeni a képét, és ezt szabályellenesnek ítélték. De egyébként nem semmisítették meg az így létrehozott adatbázis, de mostantól már nem szabad ebből a módszerrel, hanem valami újat ki kell találniuk. Tehát voltak ilyenek, és ez, ez olyan, hogy későbbiekben lehet, hogy ez jó lesz valamire, de most, ahogy bevezették, azért inkább olyan, hogy mint egy kicsit az a gyanúja az embernek, hogy, hogy annak jó, aki bevezette, de a többinek olyan sok előnye nem származik. Amikor arról beszélünk, hogy 400 ezer horgász van, és mondod a plusz a családtagokat, családtagokat, azok mennyire szívnak a, a férfiak és a nők horgászata miatt? Tehát, hogy mennyire szih? Ez attól függ, hogy ugye örül neki, -e, hogy otthon van-e az adott a horgászó családtag, vagy nem? Hát figyelj, jó esetben azt gondolják, ugye, hogy most elmegy, a, elmegy az uram regenerálni a munkerejét, jó kedvét, és visszajön kisimulva, és... E helyett? Lehet, hogy van jó, Aha. de nem. Szóval nálunk otthon például jó eset van. Szóval nekem az imola néha szólni szokott, hogyha előfordul, hogy már olyan rég nem voltam, hogy nem akarok elmenni, mert az olyan jó szokat lenni. Persze ez kétféleképpen értelmezhető a dolog. De, Ö... de van ez a része az van hogy mindenképp azok a családtagok járnak jól akiknek a horgászó családtagja nem igyekszik ötvözni ugye a tüzet a vízzel és ugye nem horgászó családtagokat elvinni magával mert azért gyakran látni erre példát szerintem ez a legszörnyűbb modell tehát ez egy nagyon speciális időtöltés, ami vagy rohadtul idegesít. Rá, rádiót, rádiót visznek, és azt bömböltetik, tehát hallgatják egy kicsit a rádiót, és lógatják a Damilt a vízbe, a és kész, és várnak, hogy valami történjen. Igen, bár sajnos, tehát van ez a horgászkép, a, a nagy hasú söröző, rádiót üvöltető, kempingszékben heverő, létezik, de de valójában... Az igaziak nem ilyenek. Valójában már egyre kevésbé. Szóval bed, ezek bed, már, mint az újságírók, bedobnak. ilyen izé, utolsó mohikánként. Izé. Igen, ha. szóval most azért azért egy kicsit megváltoztak ebbe a dolgok. Ez abból is látszik, hogy mit tudom én, nem is olyan rég még a nagyon kevesek közé tartoztam, akik éjszakánként is néha horgáztak Budapest belterületein, pergettek, do dobáltak mm. műcsarikat ragadozó halakra, Lemész most éjszaka a budapesti vízparton olyan a forgalom, mint a nagykörúton az ultralight korszerű felszerelésekkel csornákba járnak a Perjető horgászok. Orgászok. Abszolút, íze, nagyon komoly. Tehát pont ez az urbánus horgász szubkultúra. Mm. Szerintem egyébként ez Instagram vezényelt egy kicsit, mert tényleg az van, hogy Budapest a világ összes ilyen potenciális urbánus horgász lehetőségek közül az egyik legjobb fotó alkalmakban, Aha. Mert hogy egyszerűen az van. Egy hogy... szép hal és az országház a háttérben. És ez annyira így van, hogy Budapesten egyértelműen a budai oldal sokkal jobb horgászni. Szinte végig vannak azért jó helyek Pesten, hmm. de 80%-ban Buda a horgászai. Úgy, úgy kanyarodik a folyó, meg úgy alakul. Ebből következik, ha itt fogsz egy halat, akkor tökéletesen tudsz úgy szelfizni, hogy magad elé tartod a halat, kinyújtod a másik karod, és mögötted a túlparton gyönyörűen benne van, kitölti a kép hátsó részét a kivilágított parlament. Nem kell vaku, nem kell izé, minden tökéletes, a partilámpák adnak annyi fényt a halra, hogy az jól látszik, de mégis kicsit sejtelmes, tehát egy természetes filterrendszer van Budapestbe beépítve, ami az Instagram horgászatot nagyon-nagyon támogatja. Miért leszünk olyan kevés halat? Tehát folyamatosan meghirdetik a, a egy -e még több halat kampányt, és ezzel szemben Magyarországnak ez ágába sincs halat fogyasztani. Ennek egy olyan, ennek tök egyszerű oka van, és az az érdekes, hogy egyetlen kampány sem célozza pont az egyetlen valódi okot. A, az ok az az, hogy manapság, amikor ugye bárki a tök függetlenül az anyagi helyzetétől szinte, ha már egyszer el tud menni élelmiszerboltba, akkor feldolgozott pompásan feldolgozott, szinte kész dolgokat tud venni, azt is, amit ugye meg kell főznöd, kifilézve, nem tudom micsoda, tehát azért mondom, hogy ez nem is anyagi helyzettől függ, Aha. mert a legolcsóbb csirkemel, vagy akármi íze is van kifilézve mindenféle. Csak hogy a halaknál, nálunk kulturálisan, az, ja igen, és ugye hozzá tartozik, hogy a hal macerás ilyen szempontból a szálkák miatt vannak Szálka nélkül, vagy szinte szálka nélküli halak, de azt is tudni kell, hogy hogy tudod megpucolni. És ha csak úgy magad elé veszed el egy halat, hogy ebben nem vagy gyakorlott, az egy szívás. szinte lehetetlen szívás, Igen. nehéz feladat. Tapogatnod kell, sok ember büdösnek tartja a hal szagát, és akkor olyan gyakorlati vannak, hogyha hogy hirtelen döntened kell két kaja közül, akkor 99-szer a csirke, a disznó és a marha fog ő következni és de mindez azért van, mert nálunk kulturálisan az alakult ki, hogy ha, ha akár piacon bárhol halat veszel, az nagyrészt azt jelenti, hogy maximum fejbe csapják, maximum repikkezik, esetleg kidobják a de alapvetően kapsz egy halat. Míg a teljes európai spektrumon az a helyzet, hogy bármilyen piacon természetes dolog, hogy neked rámutatsz a, a, az egész harra, és kifilézik neked, teljesen konyhakész állapodik bárki, aki járt Franciaország, Spanyolország, Németország, bármely, bár gyakorlatilag bármely európai országot mondhatjuk piacán, az tudja, hogy ott az, hogy vannak a gyönyörű egybehalak kirakva, mondom, kiválasztod, és a végén egy papírban megkapod azt a dolgot, amit csak be kell a serpenyőbe, és nincs benne egy szálka meg semmi. Nálunk viszont nem pucolják meg a halat, ezért igazából tök értető, én horgászom, és érdekel is a dolog, szeretem megcsinálni, és elszórakozom vele, én még ugye perverz módon azt is szeretem, hogy kibelezem, és először gyomortartalom vizsgálatot végzek, hogy mi evett ez a hal, és ez szerint csalizok majd legközelebb, de érzem én is, hogy ez egy nagyon szubkulturális érdeklődés, és ha egy normál főző otthoni ember lennék, akkor én sem nagyon választanám a halat, mert, mert macera, és onnantól kezdve, hogy elterjedne az, hogy Alapértelmezett, hogyha te bárhol halat veszel, azt megpucolják. Egészen biztos vagyok benne, hogy rövid idő alatt többszörösére tudna nőni a Aha. halfogyasztás. Eleve olyan alacsony, hogy innen nem is nehéz többszörösére nőni. Magyarul akkor, magyarul akkor nem a halfogyasztást kellene népszerűsíteni. Hát annak semmi értelme. Hanem a hal feldolgozást kellene e, emberközeli. Én a, a kereskedelmet. Tehát ha már valamit, tehát ne, nehezen tudom így hirtelen elképzelni, tehát hogy ez hogyan lehet, ha mondjuk azt mondja az állam, hogy ő feladatának érzi, ez is egy kérdés, hogy kell-e az államnak ezt érezni, de mondjuk azt, hogy az, az vitathatatlan tény, hogy egészséges és könnyű kaja a hal, és ha mondjuk az állam azt mondja, hogy közérdek, hogy egészségesebbek legyenek a polgári, és ehhez jó eszköz az, hogy sok halat tegyenek, akkor ebbe segít, nem tudom elképzelni, tehát hogy hogy lehet, hogyan tudsz célzottan mondjuk egy piaci halárust avval úgy támogatni, hogy neki megérje megpucolni a halat. Fene tudja, hogy lehet, hogy erre van valami módszer, hogy forgalom arányosan akkor hozzápótolsz neki, ha ő hajlandó felpörgetni. Mm. Hóhért tudja, de minden esetre biztos vagyok benne, hogy a probléma gyökere a gyakorlatban az ez. Véget ért a beszélgetésünk. Lejárt az idő. Hát majd kerítünk egy másik eh, eseményt, amikor megbeszéljük. Amikor a halpucolásról am 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 tudunk am am egy csomó embernek am 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 beszélni. Amikor a halpucolásról, a, a házilag készített szerelékekről, illetve hát a hét legfontosabb híreiről is tudunk beszélni. Eh, nagyon szépen köszönöm Szili Lászlónak akkor Én is, is köszönöm szépen a lehetőséget. Né népszava, Magyar Narancs, Index, CING 444. Magyar eh, Hírlap Világgazdaság. Magyar Hírlap Világgazdaság, Gang és összes többi eh, újság és médium eh, szerkesztőjének, szereplőjének, írójának és olvasójának, hogy eljött hozzánk. A mai műsor létrehozásában segítségemre volt Selmeci János Júzssa, Péter Jávor Dénes, Kovacsics, Zsuzsa, helyett eh, kerecsényi Kriszta most ezt elírta valaki. A szerkesztő Korpás Kriszta volt, Olyan köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, vasárnap délután Pankszanded Miklós a az egykori tangúra látogat, ha vannak emlékeik, akkor mindenféleképp hallásszák őket, horgásszák elő őket, hogy egy kicsit e, csatlakozzam Szili László gondolataihoz, és találkozzanak Pankszanded Miklóssal délután kettőkorra viszont hallásra. Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de, de. Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, mi nem így álltuk. Nem csak ennek, egyiknek sem, elhangzik a klub rádióban. Köszönöm szépen!